Sziasztok! A mai videóban kiderítjük, hogy Molnár Krisztiánnak van-e agya. Van. Sziasztok lányok! Most pedig meg fogunk nézni 10 darab olyan irritáló fotót, ami tutira felidegesít még téged is. Téged! Most ilyen kresszeresen tolom, mert itt vagyok kint a természetbe. Látjátok? Én mondtam, hogy a természetben vagyok. Néha ne lepődjetek meg, hogyha tyúkokat fogtok hallani, az is megeshet, de annál hangulatosabb a videó, annál családbarátabb, annál jobban jön egy autó megint. Ha olyan képet mutatok, amit már láttatok, akkor ne haragudjatok meg, csak én nem szoktam annyira követni ezeket a videókat, amikben ilyen képeket mutatnak be. Kresszer ilyen képeket mutat be. Az első kép még nem akkora nagy baki. Én még azt mondom erre, hogy elmegy. Elmegy egynek, mivel igazából az a csatorna fedőt csak picit el kell fordítani oldalra, és már tökéletesen a helyén is van. Nincs semmi probléma, én megbocsátok annak az embernek, aki rosszul rakta vissza. Kérdezzek titeket, ti megbocsátotok-e, írjátok meg a komment szekcióba. Kellett ezt mondanom, hogy lesz vagy 2000 komment. De nagyra tartom magam. A következő képen Istvánt láthatjuk. Azaz Sárát, amint a Modern Művészetek Múzeumába a mellkasának az aljától elferdítették a felső testét. Hogyha éppen sublimálni szeretne a köldökén keresztül, akkor ne legyen problémája a kovalens kötés deriválásával. Nem, tudom, hogy nem volt vicces, de akkor meg minek nézed a videót? Ha? Hogy aztán leszólj engem a komment szekcióba? Azért nézed csak meg, erre megy ki a játék, tudom. Tudjátok mit? Ott hagyhatnátok ti a videót. Megtehetnétek ti, hogy ott hagyjátok, maradj már egy tyúk. Megtehetnétek, hogy ti mentek el, ti nyomjátok ki, de most tudjátok mit? Sziasztok! Én mentem el. Egy csempét rossz helyre raktak. Egy zöldet beleraktak a fehérbe. Rosszul lett kiszámolva? Rosszul jött az áru, aztán így kellett megoldani, vagy az nem is egy csempe, várjál. Na jól látom a fehérekből, amekkor az a zöld, akkor az 4 darab fehér. Nem bírom elmagyarázni. De mindegy, most hogy látom, nem, az 4 darab zöld. Csak úgy tűnik, mintha az egyben lenne. Ne, ez most tényleg mi? Ugye tyúk, én is ezt mondom. Hát hogy lehet így ültetni a bokrokat? Vagy... Ugye tyúk? Még mindig? Vagy mondjuk az is lehet, hogy onnan abból a sarokból kirohadt az a bokor, aztán ki kellett onnan szedni, és majd újat fognak oda ültetni a helyére. Mert mondjuk nem úgy néz ki az a placot, mint hogyha most szedtek volna ki onnan egy bokrot, hanem szépen be van nőve fűvel. Valaki ezt így, nem tudom, van egy olyan ember, aki így szokott növényeket ültetni, hogyha valamelyik ember arra sétálna, akkor az idegesítse föl rajta magát. Hogy néz ki? Okay, itt vannak ezek a csatornafedők megint csak, ha ezek csatornafedők egyáltalán, nem tudom, és láthatjátok, hogy próbálják a mintát követni, tehát ott a fehér köveknél fehér kövű a teteje a csatornafedőknek, a fekete köveknél meg fekete színek, viszont ott van egy nagyon pici kis sáv, ahol a középső fekete színű csatornafedőben van egy kis fehér sáv, és miért? Illetve ez miért ilyen ferdén kellett? Miért nem lehetett volna egyenesen? Bár mondjuk ezt mi nem tudhatjuk, mert vagyis én legalábbis nem tudhatom, mert nem én terveztem azt a helyet, lehet, hogy másképp nem lehetett kivitelezni viszont. De ne! Júj, ott Tag Life! Nem vagyok benne biztos, hogy túl sokáig életben maradhatott ott az a Pepsi és sok Coca-Cola között. Képzeljétek el, hogy ez nem egy fizetett promóciós videó. Semmi fizetett promó nincs benne. Azt nézzétek csak ezt a képet? Nézzétek! Nincs fizetett promó. Nem itt vagyunk. A hubabubát valaki nem rendeltetésszerűen ette. Ez a legfelsőbbrendű bűncselekmény. Hú, majd nagyon megkívántam, úgy beleharapnék én is, de ezt most komolyan mondom. Tudjátok mit? Ezt is írjátok meg kommentbe, hogy ti beleharapnátok-e abba a rágóba most, vagy nem. Jó, nem abba, amiben már más bele egy harapott, hanem mondjuk egy újba, amit te bontasz most ki. Most már biztos meg lesz az a 2000 komment. Tudjátok mit? Hogyha a kommenteket már ennyire bővítem, ennyire mondom, hogy írjagassátok őket, akkor a lájkokat is tornázhatnánk picit. Egyszi, nagyon örülnék neki tényleg. Ajaj, katasztrófa van a konyhában. A fürdőben. Mellesleg arra vörös csempére azt hittem, hogy ott nincs is csempe. Hiányzik egy darab csempe. Az hogy bírta valaki kitörni? Megyek mezitláb, belakad a lábujj körmöm, azt kipattintom.
Nem bírom elképzelni. Jött Patera izé kalapáccsal, mert dühös volt, azt szúrja a szemem, a csempe, azt rávert egyet. Ez nagyon gyenge volt, nem, tényleg nem bírok más kitalálni rá. Nem bírom elképzelni azt a helyzetet, ami azt hozta, vagyis az volt a következménye, hogy kitörött egy darab csempe. Na mindegy. Ha! Egy dongó légy! Kacsa. Hogy merészelt, ha valaki? Egy normális színű kiskacsát berakott az abnormálisan kinéző többi kacsa közé? Tényleg az a kis rózsaszín a sárga mögött az hogy néz ki szerencsétlen? Nem tudom, ki követhetett el egy ilyen ekkora nagy főben járó bűnt, ez is már hasonló a hubabua nem rendeltetésszerű evéséhez. Hát én kezdek kikészülni. Ez az oldal megmondta. Olyan irritáló képek vannak itt, ami még téged is fölidegesít. És most magamra is mutatok, mert miközben vágom a videót, ott fogok ülni. Ott. És itt van az utolsó kép, ami... Mik ezek? Nekem nem is az a bajom egyébként, srácok, hogy ott van egy kék darab pötty a pirosak között, hanem egyáltalán mik ezek a pöttyök? Jó, ez se a bajom, csak nem tudom. Valamikor lehet. Jürgen, ez mi? Jürgen, gyere ide! Ne menj! Elszaladt. Tényleg itt volt, nem haz... Megmutatom. Tényleg itt volt. Mondtam, hogy itt volt Jürgi. Szóval, Jürgen, mik ezek a pöttyök? Te tudod? Valami kaja lehet ez? Vagy nem. Ja, nem menj el! Elment. Hát igazából tök mindegy, ott van bent egy kék a pirosak között, azt... Akkor mi van? Kiveszed, azt átrakod a másikba. Nem kell lefotózni, azt hitizni, föltölteni egy irritáló fotós oldalra. Meg kell oldani a problémát. Igaz, meg volt a 10 darab, de nézzünk még egy utolsó képet. Love price, akció van, vagy olcsó ár, alacsony ár. Ez valami majonéz vagy mustár lehet, amik szépen föl vannak sorakoztató a polcokra, és a második sorban, jobbról a hatodik, meg van fordítva. És ez, ilyen kép van az oldalon. Azon idegesítem fel magam, hogy egy ilyen képek kéne fölidegesíteni magam. Hát szerviszemen. Jó van, srácok, elég lesz, nem akarom, hogy a vérnyomásom ott legyen, ott. Megmutatom nektek. Szóval ott. Látjátok? Ott. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Kicsit későn mondom, de egyébként engem nem kell mindig komolyan venni, tehát hülyéskedek. Az ilyen videókban viccelődni szoktam, és nyilván ez sok embernek nem tetszik. Néha saját magam szerint is túlzásba szoktam menni, de hát ilyen vagyok néha, sajnos. Vagy nem sajnos. Na mindegy, hogyha valakit én idegesítettem föl, és nem a képek, akkor attól elnézést kérek. És ezt most nem tőletek kérem, hanem azoktól, akiknek tetszett a videó, hogy azok nyomassanak egy lájkot, hogyha tetszett a videó. És én Peti voltam, mutatok nektek egy trükköt. Sziasztok!